Újra karcagi irányítás alatt működik az intézmény, ami garancia arra, hogy a valós oktatási, gazdasági igényekhez tudnak igazodni a képzésekkel is. A 121. tanévét kezdte meg a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium. A rendhagyó tanévnyitón a járványveszély miatt csak a 9. évfolyamos tanulók, tanáraik és a presbitérium tagjai vettek részt. Először Gyökeres Sándor igazgató köszöntötte az iskola új diákjait és a fenntartó képviselőit. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, földügyi kormánybiztos, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő és Szepesi Tibor önkormányzati képviselő is eredményes tanévet kívánt az új felállásban. Én bízom abban, hogy a mostani fenntartóváltás is olyan lesz, amely erősíti az intézményt és újabb lehetőségeket nyit meg. Hiszen az adottságok azok kiválóak, a diákok érdeklődése az továbbra is megvan, a beiratkozás az eredményes, bár nyilván lehetne eredményesebb is. Fontos célkitűzés az, hogy a környező településekre járó, ott tanuló karcagi diákok közül minél többet hozzunk vissza ide a városba, és erre a technikumban megvannak, a Szent Annaiban megvannak a kellő személyi és tárgyi feltételek. Elég arra gondolni, hogy az épületek megújultak, ez a mostani helyszínünk is egy nagyon szép ingatlan. A géppark, a tanüzem, az új sportpálya mind-mind képzési, továbbképzési lehetőséget, tanulási lehetőséget is hordoz egyben. Kevés olyan iskola, kevés olyan agrár szakképző intézmény van az országban, amely ilyen kiváló adottságokkal rendelkezik. És én biztos vagyok abban, hogy a fenntartó elkötelezettsége, elképzelései, a háttere, amit a Magyarországi Református Egyház nyújt, a városnak a támogatása, amelyre mindig lehetett számítani, és a térség vezetőinek a támogatása együtt az intézmény irányítóival sikerre fogja vinni ezt a tanévet, csak úgy, mint a következőeket is, amelyek elé reménykedéssel és bizalommal tekintünk. Bizalommal, hogy az intézmény megtalálja a helyét a református egyházoktatási rendszerében, bizalommal a diákok felé, akik el tudják sajátítani a tudást, és az intézmény dolgozói felé is, akikkel kapcsolatban biztos vagyok, hogy hivatásokat a legmagasabb szinten tudják majd ellátni. Mindhárman hangsúlyozták, hogy a korábbi miniszteri fenntartás helyett újra karcagi irányítás alatt működik az intézmény, ami garancia arra, hogy a valós oktatási, gazdasági igényekhez tudnak igazodni a képzésekkel is. Ennek az iskolának nagyon sok fenntartója volt. Volt az állam fenntartója, volt az agrárminisztérium a fenntartója, és most az ITM minisztérium volt a fenntartója, és mindig úgy volt, hogy valahol Budapesten, valahol innen 180 kilométerre döntöttek erről az iskoláról, hogy milyen irányba mehet, és én azt gondolom, hogy a református egyház átvette, ez azt jelenti, hogy a karcagi református egyház közösség vette át, tehát újból karcagi irányítás alá került ez a 121 éves patinás karcagi intézmény. És én azt gondolom, hogy sokkal jobban tudunk mi karcagiak, az itteniek arról dönteni, hogy ez az iskola milyen irányba fejlődjön. Hiszen ez a miénk, nincs az, hogy valamilyen másik iskola, valamilyen másik intézmény, valamilyen másik érdek előbe mehet ennek az intézménynek, ennek az iskolának. Nekünk egy ilyen iskolánk van karcagiaknak, ez a szakközépiskola, a technikum, a tekó, ez mindannyiunké, a környékben élőké, és én azt gondolom, hogy ez jó irány. Újból visszatalált ide Karcagra, karcagi vezetése van, karcagi irányítás alá került, és én azt gondolom, hogy olyan irányba fog fejlődni, amely még egyszer olyan múltja és olyan jelene lesz, amire büszkék leszünk mindannyian. A minisztériumok is jó gazdák voltak, de mindig volt egy országos szempont, ami alá kellett rendelni, akár az itteni, a Szent Annai Sámuel mezőgazdasági szakközépiskolát. De most nekünk ez az első. A karcagiaknak Karcag az első, a mi iskolánk, és igyekszünk minden forrás, minden fejlesztési lehetőséget, akár a beiskolázást is a református egyházzal, református egyháznak segítelve ezt fejleszteni. Én azt gondolom, hogy jó kezekbe került a református egyház, egy olyan szellemiséget tud itt nyújtani, amire nagy szükség van a mostani fiataloknak, nagy szüksége van a jövő generációjának, és én azt gondolom, hogy ezzel mindenki nyert.
A fenntartó nevében nagy tiszteletű Konstibor Esperes szólt a diákokhoz. Mint elhangzott, a Szent Annai Református iskolaként a mindennapokban továbbra is magyar, keresztény, polgári gondolkodás szerint dolgozik, és ez nem új dolog, hiszen 121 év az iskola ebben a módban neveli a diákokat. Nem volt egyszerű az út, sőt, hadd mondjam azt, hogy még mind a mai napig vannak elvaratlan szálak, és a summázata az, amit az előbb is hallottunk, hogy egy olyan rendszer kiépítése, amely nem kedvezett a karcagi iskolának, itt jelen esetben a Szent Annaira gondolok, csak így ebben a formában lehetett a lehető legkisebb veszteséggel kimenteni az iskolát a város számára. Tehát így, hogy mi ezt bevállaltuk. Mondom még egyszer, ezeknek a folyamatoknak, ezeknek a buktatóknak az ismertetése nélkül így gondol mind a város, mind az országgyűlési képviselőink, így gondolnak erre a dologra, hogy mi együtt most megmentjük a városnak ezt az iskolát. Nem azért, mintha feltételeznénk, hogy valami baja történt volna, hogyha éppen egy szakképzési centrum felügyelete alá kerül, de azért beszédes volt, hogy nem Karcag lett a szakképzési centrumnak a központja, hanem Csongrád megyében Csongrád. Előtte pedig Kiskunfélegyháza volt, tehát elfogadhatatlannak gondolta a városi vezetés, és természetesen az országgyűlési képviselőink, hogy hát tulajdonképpen egy bennünket, ezt a várost, ezt a habitust, ezt a múltat nem ismerő, és egy hatalmas, több ezer gyereket magába foglaló konglomerátum vezetője döntsön arról, hogy itt éppen milyen oktatás legyen. Csak egy érdekesség, hogy hallottunk olyat, nyilván ez is egy hipotetikus, hogy az volt az első, amit kijelentettek, hogy akkor nem lesz gimnázium. Na most ezt tudni kell, hogy 149 gyerek így jár ide, és képzeljük el azt a jelenetet, amikor kijelenti valaki, hogy akkor holnaptól nem lesz gimnázium. Tehát mi úgy gondoltuk, hogy ez kötelességünk, és ebben vagyunk mi partnerek, és ebben voltak partnerek a város, illetve az országos vezetőink az egyháznak. És ezért cserébe mi csak azt, amit el is mondtam, hogy hát egy magyar ember nem mondhatja ki áhítat nélkül azt a szót, hogy anyaföld. Nem mondhatja ki azt, hogy nemzet. Nem mondhatja ki azt, hogy család. Mi úgy gondoljuk, hogy ehhez a hagyományhoz igenis illeszkedik az, hogy mi azt mondjuk, hogy egy polgári értékrendben magyar keresztényként, és szándékosan nem azt mondtam, hogy református, hanem magyar keresztényként, mert itt jelen pillanatban nem is tudjuk, kinek milyen felekezeti hovatartozása van. Valószínű, hogy van, akinek semmilyen. Nem ez volt a fő motiváció, hanem az, hogy itt a városban tudjunk dönteni a dolgokról, és azt, amit mi szentnek gondolunk, ezt az értékrendet, ezt a látást, ezt a nemzetről, országról, családról, mondhatom azt, hogy tudásról való fölfogásunkat, ami több száz éve működik, hogy azt is ide beplantáljuk. És ezért én nagyon köszöntem azt, hogy megtiszteltek bennünket bizalmukkal, már előre megelőlegezték. Mi ezt a tiszteletet, ezt fogadjuk és viszonozni fogjuk. Ez azt jelenti, hogy szép lassan, fölmenő rendszerben, az első évben jóformán semmi változás nem lesz. Szóval szép lassan, de a megszokott rutinnal, ahogyan ki vannak építve a mi iskoláink, ahogyan ki van egyébként építve a katolikus oktatási rendszer is, hogy szép lassan, fölmenő rendszerben azért beilleszkedik az etika oktatás mellé a felekezeti oktatás, de ezen kívül nincs változás. Tehát azok az egyházi és állami ünnepek, amelyek egyébként is ünnepek, hát egy húsvét, egy karácsony, az ugyanúgy ünnep, azok megtartása. Néhány extra ünnep, ami a mi saját rendszerünkből fakad. Ezeket is szépen, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy itt az első a tanulás. Tehát itt ezt tudnia kell mindenkinek, aki ide jött és ide szándékozik jönni, hogy mi azt szeretnénk, hogyha még jobb lenne az iskola. Ehhez megadjuk a hátteret, ehhez megadjuk azt, hogy vállaljuk azt, hogy a fenntartásnak minden jogi, minden gazdasági terhét, hiszen ez nem egy kis vállalás. És gondolja el a kedves televízió néző, hogy most 1100 gyerek van a mi református iskolai rendszerünkben.
Most ez azt jelenti, hogy nagyon sok pedagógusunk van. Természetesen itt biztosítani kell a megélhetést, itt biztosítani kell a szükséges jövőt, és azt gondolom, hogy ennek a feladatnak az elvállalása az komoly merészséget, szent merészséget igényelt az egyházközség részéről, de beleálltunk, és egy Jóisten segedelmével a város javára, az itt tanulóknak az örömére ezt meg fogjuk. A tanévnyitó ünnepség után Szepesi Tibor önkormányzati képviselő a tanévkezdés alkalmából minden tanulónak és pedagógusnak kézfertőtlenítőt ajándékozott. A 400 darab kézfertőtlenítőt Gyökeres Sándor igazgató vette át. Köszönjük.